Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Mai beszélgetésünkben fókuszba kerül újra a Vörösmarty Színház, ezúttal azonban nem rendezőt, nem színművészt mutatunk be, hanem valakit, aki nagyon sokat tesz azért, hogy a Vörösmarty Színház kifelé, tehát a színházlátogatókon túl eljusson egy-egy darab dokumentációja. Torma Sándor, a teátrum hang- és képmestere. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Jó ez a felirat egyébként, hogy hang- és képmester, mert ahogy mondtam az imént, tapasztaljuk, hogy aki nem jut el színházba, vagy nem láthat minden előadást, az óhatatlanul is figyel arra, hogy milyen híradások jelennek meg képben és hangban egyaránt. Ráadásul most az online tér is segíti ezt a munkát, hiszen ma már ez egy olyan hivatás, ami nélkülözhetetlen a színházi létben, a kulturális életben egyaránt. No, viszont fontosak a kezdetek is, hiszen egy fiatal számára mindig fontos az indítatás. Milyen volt a gyermekkorod, amikor találkoztál például a fotóval? Hogy emlékszel erre vissza? Hát édesapámnak volt egy Zenit fényképezőgépe, és valamilyen utazás keretén belül mi eljuthattunk az Alföldre, és ott én kaptam egy tekercs filmet, amivel kipróbálhattam ezt a gépet. Előtte apukám megmutatta, hogy ha felhős az idő, akkor ezt kell beállítani, ha nagyon sütő nap, akkor ezt. Persze ez egyáltalán nem volt igaz, tehát ő nem értette ehhez, de lettek képek, és akkor én ebbe már akkoriban beleszerettem, csak aztán nagyon drága hobbinak minősült a mi családunkba, aztán egyetemen a diákhitelt, amikor felvettem, akkor az volt az első, amikor összejött egy jelentősebb összeg, akkor én abból vettem magamnak egy digitális fényképezőgép. De közben is fotóztál folyamatosan? Tehát volt egy olyan pillanat, hogy ezután elkötelezted magad, hogy mindenképpen ezzel szeretnél foglalkozni? Nem. Nem? Nem, nem. Nekem a világéletemben már általános koromban inkább a film, mint a mozgókép világa vonzott leginkább, és akkor úgy gondoltam, hogy ez az egyik legjobb út maga, ugye a képi látásmód fejlesztése a fényképezés által, illetve ami úgy közel volt és színészekkel, vagy színészek közelében, rendezők közelében dolgozott az ember, az pedig a színház. Akkor beszéljünk a filmes lépéseidről. Nyilvánvaló, hogy ez egy nagyon fontos pillanat volt, amikor elkötelezted magad, de hogy volt ez a folyamat? Tehát eldöntötted, hogy filmezéssel szeretnél foglalkozni, mert hogy ez az álmod, és hát ezt meg is valósítottad tulajdonképpen. Hát félig jó úton, vagy hát úton vagyok inkább ezt. Vagy úton vagy felé. Beszéljünk az egyetemről. Középiskolásként már tudtad, hogy merre vezet az utad? Nem. Nekem mindig is, ugye ez a filmezés volt a vágyam. Én annól nézegettem is az SZF-ének az induló képzéseit, csak amikor én felvételiztem, akkor nem indult éppen osztály, és mivel itt Fehérváron a Vörösmartyba jártam faipari szakon, és hát igazából igyekeztem mindig jól tanulni, ezért eljutottam egy OSTV versenyre, ahol belekerültem az országos 10-be, és így automatikusan 100%-os szakmai érettségit kaptam, és innentől kezdve a Soproni Egyetemre, akkor Nyugat-Magyarországi Egyetem faipari mérnöki karára nyertem felvételt. Tehát ez áttörés volt egyik oldalról. Faipari mérnökként az erdő nyilvánvaló, hogy fontos volt számodra. És ilyenkor mindig néha-néha, akik errefelé tereltek adott esetben, hiszen magad is mondtad, hogy kiváló tanuló voltál, nem okozott csalódást, hogy aztán mégsem ezt a pályát választottad? Nem. Tehát tulajdonképpen, amikor én oda kerültem egyetemre, már a második évben éreztem, hogy ez nem az én utam. És akkor már kölcsönkért fényképezőgéppel csinálgattam fotókat, illetve hát akkor rendeltem meg és vettem meg az első fényképezőgépemet. És egy nagy szerencse folytán a Kisalföldnél egyelőre még csak ilyen szórakozó helyeken buli fotókat készíthettem, de ezt már pénzért, és ez nekem akkor nagyon is jól jött, mert volt egy minimális pici szociális támogatás, meg ösztöndíj, és ebből fizettem én a kollégiumot, meg az ott él megélhetésemet. Tehát akkor tulajdonképpen akkor előre magadnak kijelölted az utat. Igen. Ha úgy tetszik. Melyek voltak a következő lépcsők?
hiszen ez nagyon-nagyon fontos, hiszen itt vagy most már x ideje velünk. Hát igen, most már ez a harmadik éve itt. És én Sopronban volt egy ismerősöm, mert elkezdtem dolgozni egy amatőr színházi társulatnál, és onnan egy ismerős bekerült a Soproni Petőfi Színházba, és amikor volt egy megüresedés, akkor elsőként nekem szólt, én be is mentem a technikai igazgatóhoz, volt egy elbeszélgetés, és akkor éppen világosító munkakört hirdettek meg, ami engem érdekelt, mert hát fényképfény kapcsolódik hozzá, és ő föl is vett ott a világosító munkakörbe, de amint átkerültem a színházba, akkor az ottani műszaki vezető azt mondta, hogy nekik nem világosítóra, hanem hangosítóra van szükségük, úgyhogy hangosító leszek. És akkor ott 3 évig azt úgy tanulgattam, meg csináltam előadásokat, és utána jött egy tehetségkutató kis fesztiválka, ahol nem volt más ember, csak én, aki még így értett a számítógépes utómunkához, vágáshoz, és a technikai igazgató ott az megkért arra, hogy vetítéseket készítsek. És akkor neki is megvilágosodott, hogy ez a vizuális dolog, ez bennem megvan, és egy évre rá már átkerültem ott audiovizuális munkatársnak, ahol Pomezsánszky Györggyel együtt elkezdtük csinálni a Páholy nevezetű színházi magazint, amiből mi ketten összesen 60 adást csináltunk meg, illetve voltak művészportré beszélgetések, tehát körülbelül egy ilyen 100 darab 20-25 perces anyagot sikerült. Tehát látni. El tudtál mélyülni a színházi millióban. Igen. Melyik volt az első nagy élményed? Nyilvánvaló, hogy ez a folyamat része lehetett, de ez egy óriási lépcső volt önmagában, amit említettél az imént. Igen, de ezeket sose úgy éltem meg. Tehát, hogy valahogy mindig így hozta az élet, én meg idézőjelbe sodródtam vele. De nem éreztem sose, hogy ez egy nagy lépés. Csak amikor visszatekintek, akkor látom, hogy azért nagyon szerencsekegyeltje voltam. Mi mindent lehetett megtanulni Sopronban? Igazából... Tehát egyrészt ugye volt egy mestered, akit mesteredként tekintesz rá vissza. Igen, hát a Pomezsánszky Györgytől én nagyon sok mindent tanultam magáról egy portrébeszélgetésről, hogyan kérdezünk, hogyan állítunk be, hogyan kommunikálunk az emberekkel, hogyan szerkeztünk meg egy műsort vágás során, vagy a plánozásokat vele ki tudtam kísérletezni, illetve világításokat, mert szabad kezet adott nekem képileg, és akkor ezekkel nagyon jól tudtam haladni, és mellette, amikor már mindenkinek így tisztában volt, hogy engem közel lehet engedni akár önjáróan is a dolgokhoz, akkor elkezdtem színházi ajánlókat is csinálni. Miként erősödött meg benned, tehát lett nyilvánvalóvá, hogy alkotótárs vagy? Ugye egy fiatal számára nagyon fontos az a pillanat, hiszen korántsem mindegy, hogy alkotótársként tekintenek valakire, vagy segédként, aki majd egyszer ott lehet azon a szinten, ahol X vagy Y. Nálad mikor jött el ez a pillanat? Szerintem Sopronban volt egy előadás, a Prah nevezetű, ami egyébként egy házaspárt csinálta, és ott már mi előtte nagyon sokat beszélgettünk színházról, filmről, művészetekről, és megkértek, hogy külső szemmel én nézzem meg ezt az előadást. És akkor ott egy pár ilyen pici instrukciót adtam nekik, de ez inkább csak ilyen külső szem, tehát ezt akárki mondhatta volna, de beépítették az előadásba, és ez nekem nagyon jól esett. És utána egyre többször próbáltam úgy kommunikálni, akár rendezővel, akár a Pomezsánszkyval, hogy társként, tehát hogy egyenrangú férként kezeljen én is őt, meg ő is engem. Kritikus szemmel tekintesz önmagadra is? Abszolút. Igen. Ez miben nyilvánul meg? Hát abban, hogy igazából végig gondolom mindig azelőtt, amit csinálok, hogy mit is szeretnék csinálni, és amíg nem érem el azt a szintet, addig nem fejezem be, vagy ha tudom, hogy nem fogom tudni meglépni azt, akkor el se kezdem, tehát megmondom, hogy ez most jelenleg pillanatban az én képességeimet még meghaladja. Melyik volt az az első alkotás, amire azt mondtad te magad is, aki szigorú vagy önmagadhoz, mint mondtad, hogy azt mondtad, hogy igen, ez rendben van, erre büszke lehetek? Hát talán az első az egy soproni Bossi Nap nevezetű rendezvénynek a promóciós videója. Ott azt nagyon kitaláltam, én csináltam hozzá a zenét is, hát olyan, amilyen, de
ott kameramozgásokat, világításokat, digitális trükköket, effekteket kipróbálhattam, és úgy gondolom, hogy az még a mai napig jól sikerült, és minden egyes ilyen videónál én mindig valami újdonságot akartam kipróbálni, hogy fejlesszem magamat, és volt olyan videóm, ami például 3 hétig készült, mert folyamatosan tanultam meg annak a metodikáját, hogy hogyan kell ezt tulajdonképpen egy élő videóba animációs szereplő beillesztése volt. Ugye azt mondják, hogy az a folyamatos fejlődés záloga, hogy minden nap egy kicsit hozzátenni, és ugyanakkor kritikusan szemlélni önmagunkat. Ez így igaz. Nálad mikor jött el az a pillanat, amikor azt mondtad, hogy itt az ideje, hogy tovább lépj? Nekem nem voltak ilyen pillanatok, mert én folyamatosan lépek. Mindig? Milyen volt az érkezésed? Hiszen egy jól bevált millióban egy olyan csapattal dolgozhattál, ahol már tiszteltek, ahol folyamatosan fejlődhettél, és akkor egyik pillanatról a másikra volt ez, hogy Székesfehérvárra jöttél. Egyáltalán mi ennek a története? Hát ennek az a története, hogy a Sopronban egyébként minden rendben volt, csak lett egy ilyen lehetőség, hogy megrült itt egy pozíció a barátnőmnek is, illetve pont volt egy hely technikus poszton is, és ezért úgy döntöttünk, hogy hazaköltözünk, mert a páromnak és nekem is a szülei itt élnek, vagy a városban, vagy a közeli településen, illetve volt itt egy megörökölt lakásunk, tehát hogy adott volt a munkahely is, adott volt a lakhatás is. Úgyhogy ez egy logikus döntésnek minősült, és utólag megnézve még jobb döntés, hisz itt pluszban még olyan emberekkel találkozhattam, együtt dolgozhattam, akikkel nem is gondoltam volna, hogy valaha egy helységben leszek. Melyik volt az első pillanat? Mi volt a belépőd? Hát az, igen, tehát hogy én azért itt hirtelen nagyon nagy mély vízbe kerültem, mert az első előadásom az a Pelikán teremben egy dupla előadás volt, az Arab Éjszaka és a Caligula, ahol egyébként a Caligula rendezőjével, Nagy Péterrel már ismertük egymást Sopronból, de az egy eléggé frissnek mondható előadás volt, rendkívül összetett, nagyon sok vetítéssel, hangbejátszással, mikrofonozással, illetve a kettő közötti átállással. És amint ez bemutatódott, én rögtön elkezdtem próbálni a Szikora Jánossal az Ember tragédiáját, ahol már, hát ahogy eddig is csináltam, alkotótársként próbáltam részt venni benne, és voltak olyan szakaszok, amikor úgy próbáltunk, hogy a színész és a János találták ki a mozgást, én pedig hangeffektet kerestem ehhez a mozgáshoz. És így készült egy pici hangmontás. Tehát az a fajta képzés, amit magadat tetted olyanná, remek szakemberré, az folyamat, egy folyamat része. Hogy néz ki egy fajsúlyos napod? Melyek azok a pillanatok, amelyek meghatározzák? Nagyon is jól tudjuk, hogy egy próba folyamat az első fontos lépcső, körbeülik az asztalt, mindenkinél ott van, a rendező még nem mond instrukciókat, elindul. Viszont neked már akkor figyelned kell a rendezővel együtt, teszem hozzá, illetve az ő asszisztensével együtt. Figyelni kell, de egyébként tehát, hogy a próba van, és előtte előadás volt, ugye mindig az előkészület. Tehát, hogy fel kell készülni arra, hogy ez a próba el tudjon indulni. Mondjuk vegyünk egy rendelkező próbát, ahol már igazából valódi szükség van a mi munkánkra is. Tehát, ha mondjuk ez egy zenés előadás, akkor nekünk sokkal előbb, mondjuk 1-2 órával előtte be kell menni, felépíteni, összerakni, lepróbálni. Illetve, ha van Jánostól kérés, és általában szokott lenni, ha Jánossal dolgozom, akkor próba előtt azokat az anyagokat beszerezni, megcsinálni, hogy ő azt meg tudja hallgatni, és úgy tudjon vele próbálni. Hogy válik természetessé, hogy ugye mindenkinek más-más a rendezői attitűdje, hogy együtt tud dolgozni, hiszen azért látjuk itt a Vörösmarty Színházban is, hogy számtalan híres, fajsúlyos rendező megfordul. Hát szerintem az első lépcső a higgadt és nyugodt kommunikáció, ebben nagy titok rejlik, illetve az, hogy egyenrangúként kezeljük egymást.
Tehát az emeljük ki, hogy itt senki nem úgymond másodosztályú minőségében szerepel egy produkcióban. Tehát nyilván van egy rendező, vannak főszereplők, vannak színművészek, viszont a súgótól a hang és képeffektusok megteremtőig ugyanolyan jelentőséggel bír. Persze, tehát hogy én azt gondolom, hogy a színházban nincs fölösleges. Tehát, hogy amire nincs szükség, az nincs ott. Tehát így, ami ott van, arra mind szükség van, és kell. És én, nekem egy ilyen alapvető attitűdöm az, hogy igyekszem a darabot szolgálni. Tehát, hogy igyekszem megérteni azt, amit a rendező szeretne ezzel a darabbal üzenni, vagy mondani, akár egy jeleneten belül is, és én abból próbálom a legjobbat kihozni. Tehát van olyan, és ezt egyébként szeretem is, hogyha vitatkozunk. Tehát nem beszélünk, hanem vitatkozunk egy adott problémáról. Vagy mutatok két-három variációt, tehát ő kitalált valamit, én azt természetesen megcsinálom, megmutatom, illetve mondom, hogy van egy ötletem, mit szólnánk ahhoz, hogy. És akkor azt is meghagadja, és nyilván el tudja dönteni, hogy melyik az ő koncepciója. De nyilvánvaló, hogy megerősítést jelent számodra, mint ahogy a siker is. Miként érint meg a siker? Hiszen azért látjuk, hogy az elmúlt időszakban, ha csak az elmúlt 3 évet nézzük, felsorolhatatlan mennyiségű az a darab, ahol tulajdonképpen, ha már divat lenne még ma is, akkor állva tapsoltunk volna. Tehát olyan falsős darabok kerültek színre Székesfehérváron, hogy az ország is ránk figyelhetett. Hát a sikert én elsősorban nem is feltétlenül a taps, hanem a kollégák elismerésében tudom felfedezni. Tehát amikor tényleg egy ismeretlen ember ugye bekerül egy új közösségbe, akkor mindig van egy pár hónapnyi átfutás, amíg ugye megismerkedünk egymással, és a kezdeti meleg fogadtatás egyszer csak átvált egy olyan elismerő tekintetté, amikor látom azt, hogy tiszteljük egymást. Vannak kedvenc darabjaid? Színészekről nem kérdezlek, mert az más, de... Hát ez egy nehéz kérdés. Amivel dolgozom, azokat általában mind szoktam szeretni, egy pontig, és amikor már túl sokat játszok, akkor meg elkezdem unni. Bár ilyen nincsen a Vörös Marti Színházban. Nem, persze, nincs. És olyan előadás, ami ha visszagondolsz az elmúlt időszakra, ami nem csak országos szinten, hanem a te lelkedet is segítette, emelte. Talán a Mercedes-Benz. Én ezt nagyon szerettem. Úgyhogy Szikora János rendezett. Egyébként hogy viszonyulsz a klasszikus, illetve a kortárs darabokhoz? Van a lelkedben valami különös effektus, amikor kiderül, hogy egy friss kortárs darabot kell, majd arra kell készülnöd, vagy pedig egy örök klasszikusra? Nincs. Mert tehát, hogy szerintem minden, főleg a színházban minden a mából indul ki, a mának készül, tehát egy klasszikus is ugyanúgy lehet modern köntösbe. Nincs bennem ilyen, bármelyiket szívesen csinálom. Tehát annyi, hogy általában egy friss, modern darabban esetleg több minden belefér. Világos, tehát nyilván H. János és Szofoklész között van jókora különbség, de hát ez már csak így van. Ha így visszagondolsz, hiszen a pályád elején nyilván voltak álmaid, hogy mit szeretnél megvalósítani, mennyire sikerült ezeket elérned? Hát, hogy filmrendező legyek, azt nyilván még nem sikerült elérnem, de ezeket a pici apró célokat, hogy megtanuljam a hangkeverést, azon úton vagyok, hogy megtanuljak normális videókat csinálni, azok már úgy mennek. Tehát így szépen pici apró lépcsőkkel haladok előre. Igen, hát ha rátekintünk a színház honlapjára, azt hiszem, hogy elégedetten szemlélhetjük, mert rengeteg információ, remek képi megoldások, nagyszerű előadás, rövid előadások, úgyhogy ez mind rendben van. Milyen terveid vannak? Hát még szeretnék fejlődni, ez az egyik tervem, mind hang, mind képi téren, hát illetve hát szeretnék eljutni odáig, hogy megírjam az első nagy játékfilmemnek a forgatókönyvét, és nekiállhassak. Tehát ez az álom? Igen. Van erre már mód, hogy valamit halljunk az első játékfilmedről? Nem, még nincs. De igazából két tervem van, de még csak odáig jutottam el, hogy ötlet szinten van meg. Még először egy treatmentet szeretnék belőle írni, hogy abból tudjam fejleszteni a forgatókönyvet. Mikor számíthatunk rá?
Nem tudom, 37 éves koromban fogom elkezdeni. Rendben, az még nem most van. Most mit dolgozol? Még erről beszéljünk egy kicsit. Van ugye ez a Gabi Kvart nevezetű zenekarunk, aminek én a hangosítója vagyok. Itt ugye folyamatosan új számok készülnek, de amivel ez elindult, egy Lady Gaga feldolgozás, addig a mai napig nem készült hozzá klip, és ez állandóan bántja a csőrömet, mert egyszerűen nem volt rá idő, pedig nagyon kellene, hogy ezt megcsináljuk, mert hát ezért vettük föl, és ezt ebben a formában senki nem hallotta még, ahogy mi azt fölvettük és elkezdődött. Ez az egyik terv. A másik, hogy tovább keressek még embereket ahhoz, hogy hangfelvételeket, illetve klippeket csináljak, meg van egy YouTube csatorna, aminek a részese lehetek, ez a Kultúrrecept nevezetű, ahol a Jókai Ági színésznővel együtt művészportrékat forgatunk, illetve koncerteket vettünk föl, mármint főleg komoly zenei koncerteket, amelyek nyilván hangi képi oldalá az rám volt bízva, és ebből szeretnék még egy nagyobb valamit elérni, hogy ez egy ismertebb platform lehessen. Most hát akkor mit szoktak kívánni a színházban? A kéz- és lábtörés talán. Akkor kéz- és lábtörés helyett az sok-sok sikert, hiszen nem lehet kétséges, hogy itt a helyed Székesfehérváron, itt a helyed a Vörösmarty Színházban, a pult mögött, aztán a kamera mögött később is érdeklődéssel várjuk Varga Gabiék új dalait, meg természetesen a többit is, ha megvalósul. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetések vendége Torma Sándor volt, a Vörösmarty Színház hang- és képmestere. Én köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!